Ma a vendégünk Hodánics Tamás, a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház intézményi lelkésze, akit köszöntök. A kórházi lelkészek munkája ugye a vírussal egyre terheltebbé válik, és egy kicsit az amúgy sem könnyű helyzetben még nehezebb, ha így mondhatom. Egyébként a pandémiától eltekintünk, mivel áll egy kórházi lelkész munkája? Jó esét kívánok, köszönöm a meghívást. Néha úgy szoktam mondani, hogy békeidőben, igen, és nem békeidőben. A COVID előtti időszakban, hogyha összefoglalhatnám, akkor három célcsoportra szoktunk figyelni. A betegekre, és a betegekkel kapcsolatosan akár műtétre várnak, akár a felépülés szakaszában vannak, akár utógondozásról van szó. Tehát ott is egy szélesebb körű figyelmet kapnak, és a szolgálatban így fókuszálunk rájuk. Másodszorban a hozzátartozókra, velük is szoros kapcsolatban szoktunk lenni, akár egy kicsit ilyen közvetítő szerepben a beteg, hozzátartozó, egészségügyi dolgozó között, és hát az egészségügyben dolgozókra is figyelünk, ez a három nagy feladatkör, illetve van egy önkéntes segítő közösség, akiknek a szolgálatát szervezzük. Ez a békeidőkben, és hát most egy szűkebb szolgálati területet tudunk csak ellátni. Egyrészt a betegekhez sem tudunk minden esetben eljutni, másrészt a hozzátartozók csak rendkívüli engedéllyel juthatnak be a kórházba, akkor, hogyha külön engedélyt kapnak a látogatásra, és hát az egészségügyi dolgozókon is sokkal nagyobb a teher, tehát ha azt veszük, akkor stresszesebb, feszültebb a légkör. Tehát ha jól értem, akkor az ön napi tevékenységében is ugye kevesebb kontakt van. Ezt hogy kell elképzelni? Hogyan tud kapcsolatba kerülni akár mondjuk a betegekkel, vagy melyik az az osztály, melyik az a terület, ahol lehet, és mi az, ahol nem? Általában hívásra szoktunk menni. COVID előtti időszakban azért van egy proaktív lehetőség is, amikor mi kórteremről kórteremre járva betegágytól betegágyig tudunk menni. Ilyenkor az önkéntes segítőink is látogatnak betegeket, és fölveszik a kapcsolatot. Ha van hívás, akkor közvetítik ezt. Úgyhogy az egy kicsit több lehetőséget biztosít a számunkra. Most vigyázva a betegekre, inkább akkor megyünk, hogyha konkrétan tudjuk, hogy melyik osztályról van hívás, és ezt a hívást ezt közvetíteti egy hozzátartozó, aki megkér, hogy menjek be a beteghez. Jelezheti az egészségügyi dolgozó, aki látja, hogy jót tenne a betegnek, látja, hogy van egy nyitottsága, spiritualitása, vagy megkapja a beteg részéről a jelzést, hogy ez fontos a beteg számára, de orvosok, egészségügyi dolgozók egész széles köre szokott jelezni felénk, hogy van ilyen lehetőség, hogy kell mennünk és segíthetünk. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak önökre, mint mondjuk bármely más látogatóra? Tehát mintha a család vagy rokonok látogatnák, vagy más szabályok érvényesek az önök esetében? Valahol a kettő között lehet? Én az intézmény dolgozója vagyok, úgyhogy a belső szabályok rám is ugyanúgy érvényesek, a higiénés előírások, és nyilván, hogyha egy-egy osztályon van saját belső szabály, akkor ahhoz is alkalmazkodunk. Úgyhogy ilyen szempontból azt veszük, a legszigorúbb szabályokat szoktam betartani, és kell betartani. A betegek érdekében, a hozzátartozók, akikkel találkozunk az ő érdekükben, családom érdekében, a saját magam érdekében is természetesen. Miben tud segíteni egy kórházi lelkész? Mondjuk a betegeknek talán, azt hiszem, ők a leginkább célcsoport? Azok keresnek meg leginkább, akiknek van egyfajta vallási kapcsolódások, kötődésük, akiknek fontos a spiritualitás, a hit. Bár előfordul az is, hogy valaki a kórházban érzi úgy, hogy most nyitna ebbe az irányba, tehát megszólítottá válik, elgondolkodik, megállítja egy betegség, egy ilyen krízis, egy élethelyzet, változás. Úgyhogy velük szoktunk találkozni, és nyilván az általános mentál higiénén túl szoktunk és tudunk abban segíteni, hogy a vallási élet gyakorlatát visszük be a kórházba. Együtt imádkozunk, igét olvasunk, van olyan beteg, aki szeret énekelni, és akkor mondjuk elénekeljük a kedvenc Zsoltár dicséretét, amit szeret, amit ismer. Az is előfordul, hogy már az is erőt jelent neki, hogy tudja, hogy a háttérben imádkozunk érte, műtét előtt, műtét után. Volt olyan beteg, akit egészen a műtőig tudtam kísérni, és majd, hogy nem fogtam a kezét. Tehát ez is egy kérés, egy igény lehet. Úgyhogy leginkább ezekben merül ki a konkrét tevőleges szolgálat a betegek felé. Most ugye, hogy a pandémiás helyzet van,
nem fél, nincsen szorongás önben, hogyan tudja ezt kezelni, hogy mégiscsak hát, munkájából kifolyólag, ugye itt ön most nap mint nap mégiscsak a kórházba jár. Igen, nem tagadom, azért bennem is van szorongás és félelem, és ezért odafigyelek a szabályokra. Azokat a szigorú szabályokat, amiket előírnak országosan is a kórházban, vagy egy-egy osztályon, azokat maximálisan betartom. Higiéni, kézmosás, lelkileg is azt szoktuk mondani, hogy van egy bemosakodás, kimosakodás, ez fizikailag is ugyanúgy igaz. Szájmaszkot viselem, uh-huh. És hát amit nagyon gyakran hallunk, az önmegfigyelés, hogy hol tartok én, hogy minden jelzésre reagálni kell. Nyilván, hogyha úgy látom, hogy úgy érzem, hogy valamiféle betegség kezdemény van, akkor nem mehetek a betegekhez, nem fertőzhetem őket, nem adhatom át a betegséget. És én hiszek abban, hogy egy immunrendszer védő uh-huh. életforma is segíthet abban, hogyha jól karban tartom magam, akkor... Körültekintően jár el. Ugye azért ön a betegség, a betegek kapcsán sok szomorú dologgal is találkozik. Ez a sok szomorú dolog adott esetben önben lecsapódik. Hogyan tud töltekezni, vagy ezt földolgozni? Hát az a recept, amit a betegeknek is tudunk ajánlani, hozzátartozóknak, vagy amit beviszünk az egészségügyi dolgozók közé, abban hiszek én is, hogy a spiritualitás, a hit egy megújító erőforrás is lehet, egy segítség, egy támogatás. Ezzel élek. Én is, tehát, hogy hitem egy gyakorló keresztény emberként, az igével, a Bibliával feltöltekezve, és a közösségben, egy testvéri közösségben megerősödve szeretek szolgálatba állni és onnan kilépni. Lelkész kollégával, lelkész kollégákkal közösen imádkozunk. Ez is jelent egyfajta megerősítést, hogy ha kell betegekért, önmagunkért, a szolgálatunkért együtt, közösen gondolkodunk, közösen imádkozunk. És hát van lehetőség arra, hogyha szükséges, akkor egy szupervízori beszélgetésben kérhetek támogatást, segítséget, és ez is fontos rész a mentálhigiének, az egyéni megerősödésnek, lelki gondozásnak. Végül, hogyha ha van, és biztos, hogy van ilyen, akkor egy pozitív emléket, élményt meg tudná velünk osztani, ami a munkájához kötődik, és ugye ez nyilván egy megerősítés is előre viszi ezen az úton. Csak röviden egy pár gondolat erejéig. Mindig jó érzés, amikor a betegek gyógyultan távoznak, és nagyon gyakori, hogy visszajelzéseket kapunk később. Van olyan beteg, akivel hónapokon keresztül tudtunk kapcsolatban lenni, később is visszahívnak telefonon, elújságolják, hogy haladnak, mi újság van velük. Van, aki képeslapot küld, igéslapot, valami kis kedvességet, gesztust, ajándékot, vagy ha összefutunk velük a városban, akkor lelkesen mondják, hogy hol tartanak. Úgyhogy ilyenkor mindig jó érzés, hogy része lehetek az ő felépülésüknek, gyógyulásoknak, és ezt vissza is akarják jelezni felénk, felém. Köszönöm, hogy beavatott minket ebbe a nem mindennapi és különleges küldetésbe, szakmába is. Jó egészséget kívánok a jövőben. Köszönöm szépen, viszont kívánom én is.